Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adj, Uram, örök boldogságot elhunyt testvéreinknek, örök világosság fényeskedjéknek. Bennünket pedig áldjon meg a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Fél Péter, dokumentumfilm rendezővel beszélgetek. Köszöntöm Önt itt a stúdióban. Ez egy csoka. Emlékszik még, hogy mikor találkozott először Placid atyával személyesen? Igen. 2000-ben volt egy nagy regnumi tábor Zánkán. És itt 1000 fő vett részt. És az 1000 főből pici gyerektől a aggastányig minden korosztály jelen volt. És ott úgy elvarázsolta a közönséget, hogy ott egy pisszenés nem volt, csak néha hatalmas nevetések. De ilyen embert ritkán találunk, tehát ő egy szent életű, szerény zseni volt. Például alig tudják róla, hogy doktor volt, hogy doktorált. Ő neki 1939-ben volt egy hatalmas éve, amikor 23 évesen pap lett, tanár lett és doktorált egy éven belül. Tehát 23 évesen. Ő már 16 éves korában érettségizett, tehát mindig ő volt a legfiatalabb mindenhol a papok között is. És a végén arról panaszkodott, hogy bárhová megy, mindenhol ő a legöregebb. Tehát megélt 100 évet és 23 napot. Egy fantasztikus zseni volt. Yeah. Akik megjárták a gulágot, nem túl sokan tértek vissza, és akik vissza is tértek, hát nem feltétlen a pozitív van, emlékeznek erre vissza. Placid atyából viszont mindig derű, áradt, és hangoztatta is sokat, és tanította is, hogy van 4 fő elv, amelyet ő vall, és ezt igyekszik átadni minél több embernek. Mi volt ez a 4 fő elv? Hát a legelső az, hogy nem panaszkodom. Hogy a szenvedést nem szabad dramatizálni, mert az mindig csak rosszabb lesz. Ha elkezdek panaszkodni, akkor azt nehéz abba hagyni, és csak romlik tőle a helyzetem, tehát nem érdemes. A második főelv az, hogy észre kell venni az apró örömöket. Hogyha valaki gyűjtögeti az apró bosszúságokat, az apró mérgelődéseket, akkor egy depressziós hű lesz belőle. Ha pedig az örömöket gyűjtögeti, akkor egy boldog ember. És akkor tud előrébb menni az élete, hogyha az örömöket gyűjtögeti. Akkor a harmadik az, hogy külön vagyok, értékes vagyok. Tehát az önbecsülés, az is nagyon fontos, mondjuk túlzásba sem szabad vinni. De ha azt érzem, hogy én a rabtartóimnál értékesebb vagyok, külön vagyok, az adott helyzetben kell megmutatni, hogy én értékes vagyok. Az Jóisten nem teremt selejtet. Tehát mindenki valamiben kitűnik, és ezt érdemes belőle kihozni. És a legutolsó az az elf, hogy akinek a jó Isten ne létezik, de aki hívő embereknek sokkal könnyebb, hogy van mibe kapaszkodni, a nem hívő embereknek nehéz valami kapaszkodót találni, de azoknak is meg lehet, hogy gondoljon az univerzumra, vagy bármire, amit elhisz. És akkor könnyebb, mert a Jóisten is akarja a mi túlélésünket, és ez a rabokba rengeteg energiát hozott, és így sikerült a túlélés. Az az érdekes még, hogy sajnos 800 ezer embert vittek el az oroszok Magyarországról, és ennek kb. 10%-a tért haza, csak köztük volt szerencsére a Placid atya is, de az ő barakjaiból 30% tért vissza. Tehát ezt nekik köszönhetik, hogy ezt most a négy elvetőt kitaláltam. Tartotta a lelket a rabokba. Ja, volt már 6 teltházas előadás az Uránia Filmszínházban, és még mindig lesz, van még hátra 3, egy augusztusban és majd 2 szeptemberben. Milyen volt a fogadtatása ennek a filmnek? Azt már ugye elárultam, hogy teltházas volt, de mit látott az embereken, a nézőkön? Hogyan jöttek ki a moziteremből? Az volt a szenzáció, hogy
hogy a kijövő emberekből áradt az öröm. Tehát öröm volt rájuk nézni. Fiatal gyerekek is mentek, tehát a Szent Gellért gimnázium 6 osztályt elküldött a filmet megnézni, és a gyerekek is ragyogó arccal jöttek ki, és ezt olyan jó volt látni. Tehát minden korosztályt el tudott varázsolni, ő egy szent életű zseni volt. És ez nagyon fontos. Ugye a Bartók Béla úti lakásán, az atyának a Bartók Béla úti lakásán születtek ezek a beszélgetések, ami a filmnek a magját adja. Milyenek voltak? Milyen hangulatban teltek ezek? Mindig olyan boldog emberként fogadott engem, öröm volt ránézni. Mindig mosolygott. Ez ritkán van, és kevés ember tud állandóan mosolyogni. Tehát szinte arra tanít meg bennünket, hogy a kínunkban is örülni kell, mosolyogni kell, mert lehet azon nevetni, csak nehéz. De érdemes megtanulni. Amikor szerdánként jártam föl hozzá a lakására Bartók Béla 76-ba, és olyan örömmel tudott fogadni, és olyan örömmel tudott nekem beszélni, és érdekes volt, hogy egy olyan fél órás beszélgetés után egyszer csak elmosolyodott, és azt mondja, itt a vége. A legközelebbi szerdán megint jöttem. Aznapra ennyi volt a mondandója. Igen. És voltak benne ismétlések is, szóval csodálatosan szép anyagok voltak, ellenben én a 60 éves, meg a 65 éves miséjét is fölvettem, és később, amikor már szegény tolókocsiba tologatták, akkor is szellemileg teljesen friss volt. És ez az, amit meg kéne tanulni, hogyha a derűt és a hitet nem hagyjuk el, hanem próbáljuk erősíteni magunkban, akkor épp marad az elménk is. Tehát nagyon fontos az ő üzenete. Placid atyáról szóló dokumentumfilm, tehát augusztus 5-én lesz az Urániában. Majd szeptember 2-án és 30-án is, igen. Fél 11-től délelőtt. Igen, 10:30-kor. Köszönjük, hogy itt volt. Köszönöm szépen.